egészséges bérrendszer mikrobiom tömege elérheti akár a 2 kilogrammot is. Rengeteget beszéltünk már arról, hogy mennyire hasznos és miért van rá szükség, de most azt is megnézzük, hogy hogyan lehet ezt vizsgálni. Egyre gyakrabban találkozhatunk a mikrobiom kifejezéssel, hogyha egészséggel vagy diétával kapcsolatos cikkeket, ajánlásokat olvasunk. De mit is jelent maga a mikrobiom és mi a szerepe? Testünk különböző részei természetes módon bakteriális közösségek népesítik be, baktériumok, vírusok, gombák. Ilyen például a bőrünk is, de a szájüregünkben, légutakban is megtalálható, de legnagyobb mennyiségben mégiscsak a bérrendszerünkben találhatók ezek a mikrobiális közösségek. Ezek a populációk zömmel biokémiai nagyüzemként működnek, amelyek jelentős módon befolyásolják az egészségünket, hogyha valamilyen módon az egyensúlyból kibillen ez a rendszer, akkor az általában betegségekkel vagy valamilyen diszkomfort érzéssel párosul. Az egyes betegségeknek jellemzően mikrobiális újlenyomatuk van. A legtöbb betegséggel kapcsolatba hozható a mikrobiom, akár anyagcserebetegségek, mint például a cukorbetegség vagy az elhízás, de egészen a pszichiátriai betegségekre is kiterjed a kutatás, hiszen szorongással, depresszióval vagy a skizofrén betegséggel is összefüggésbe hozták már. Hogyan zajlik a bélmikrobiom meghatározása, és miért lehet fontos egy ilyen vizsgálat? A bélmikrobiom összetételének meghatározása ma már legtöbbször modern, fejlett, úgynevezett molekuláris genetikai módszerekkel történik, amelyek sokkal pontosabbak, hatékonyabbak, mint a korábbi, úgynevezett klasszikus baktériumtenyészeten alapuló mikrobiológiai vizsgálatok. A molekuláris bélmikrobiom meghatározásnak a lényege az, hogy a széklet mintában feltárjuk a baktériumoknak a DNS-ét, kiizoláljuk ezt a DNS-t a mintából, és szekvenátorok segítségével leolvassuk a DNS szálakat. Mint minden élőlénynek, a baktériumoknak is egyedi a DNS szekvenciája, úgyhogy ezek alapján, a leolvasott DNS szálak alapján már könnyűszerrel azonosítani tudjuk a fajokat, a baktériumfajokat, amelyekben megtalálhatók ezekben a széklet mintákban, illetve azoknak az arányát is meg tudjuk mondani. Milyen segítséget nyújthat a paciensek számára egy mikrobiom vizsgálat eredménye? Részletes betekintést nyújt a bélflóra bakteriális összetételébe. Megmutatja különböző adott esetben patogénfajokat, különböző betegséggel társított baktériumokat. Kutatóként fontosnak tartom, hogy a szakembereket is megfelelő információval lássuk el az eredmények kiértékeléséhez.